Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Oké, okay, szuper, akkor bele is csaphatunk. Oké, okay, akkor megpróbálom már el... Hiba nélkül elmondani a felkonfot, <kül> és akkor. Nem tudom, miért nem egyet veszünk fel, és utána mindig ugyanaz bevágja alá. És akkor csak az epizódnak a számát, <síns> igen, azt így egy, igen. egy Google robot hang mondaná. <síns> ja, 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 ja. Ez itt a Vájtszem, az ND Media filmes kibeszélője. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Vájtszem 27. része. A mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai adásunkban egy 1999-es skifit fogunk kibeszélni, a 200 éves ember című film kerül ma terítékre, ebben lesznek segítségemre beszélgető társaim. Itt van először is Francia Réka. Szia Réka! Sziasztok! és itt van velünk Magyarósi István is. Szia István! Sziasztok! Mielőtt azonban belekezdenék, belekezdenénk, ne felejtjetek el feliratkozni és lájkolni like minket. Aki pedig esetleg kíváncsi a Paralaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért, ne adj Isten még akár premier elő szeretnétek hallgatni, akkor kérlek fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül, ez nagy segítséget jelent a számunkra. És akkor kanyarodjunk is rá a mai témánkra, ugye a 200 éves ember, nekem, nekem olyan furi egy kicsit az angol, az angol címe, hogy biszent... Bicentennial Man, ha jól ejtem talán. Bicentennial Man. Legtöbbször azt szoktam mondani, hogy milyen béne a magyar cím megfordítás. Itt szerintem ez teljesen, teljesen, frappás lett, ezt a nyelvtörő szerintem nem is lett volna ildomos a magyarban nagyon feszegetni. Hát miért két évszázados, majdnem ugyanaz. Tehát angolul évszázad. Igen, bicentenárium ember. <laughs> igen, igen, igen. De ez, ez úgy kicsit olyan, olyan, olyan természetesebben hat talán. Lehet. Egy nagyon rövid szinopszist olvasok itt, hogyha valaki esetleg nem nagyon lenne képbe így a cím alapján. Ugye a történetünk az 2000-es évek, azt hiszem, pontosan a dátumunk is van, szerintem 2005-ben kezdődik a sztori, tehát nekünk már most a múlt, de a filmhez képes film megjelenése, képes a közeljövőbe. Tehát a Martin, Martin család történetét követjük nyomon, akik vásárolnak egy egyszerű hétköznapi háztartási robotot maguknak. Olyat, ami némán behozza a teát, kipucolja a cipőt, és soha nem zavar senkit. Aztán nagyon hamar rájönnek, hogy a robotuk egy picit más, mint a többi. Mindenről van véleménye, jó pár dologban beleszól, és ami a meglepőbb, van, akit nagyon meg tud szeretni. És az első kérdés, ami így hogy mikor láttátok ezt a filmet? láttátok -e esetleg a, a megjelenés környékén is? Mikor voltak az első benyomásaitok? Én a megjelenés környékén láttam, ha, ha jól emlékszem, akkor ráadásul moziban, és akkor én ezt még egy az akkori viszonylatokhoz képest hosszú filmnek éreztem, de egyébként nekem nagyon tetszett, én nagyon szerettem, mindig jobban foglalkoztattak akkoriban az ilyen családiasabb, szívmelengetőbb, érzelmesebb jövőbe mutató történetek, mint amik ilyen tudományosabb vonalat követnek, Úgyhogy én szerettem meg, hát ugye nyilván Robin Williams van benne, mint színész, és, és én őt is nagyon-nagyon szeretem. Meg egyébként családcentrikus is vagyok, úgyhogy ilyen szempontból is betalált a film. Tehát az akkori számítógépes technikát is nagyon szerettem, tehát a, ezt főleg a, lehet látni egy-két ilyen nagyon jövőbeni városképet is, és azok is nagyon izgalmasak voltak nekem. De nyilván főleg érzelmileg hatott rám a film. Ugye főleg abban a kérdésben, hogy hogy mit, mit jelent embernek lenni, mitől ember az ember, és mikor lehet egy robotra azt mondani, hogy ember. Lehet-e egyáltalán azt mondani rá, hogy ember minden próbálkozása ellenére? Van-e lelke? És a többi, és a többi. Tehát utána is az emberben úgy megmaradt, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, de hát ez nem véletlen, hiszen ugye egy aszinó történetnek a feldolgozása ez tulajdonképpen, és hát ő mindig is nagyon meg tudta ragadni ezeket a ezeket a filozófiai kérdéseket. Biztos, hogy láttam, de nem hagyott bennem még nyomokat akkoriban, tehát nem tudom, hogy most meg szerintem nem moziba láttam, hanem hanem később valamilyen digitális számítógépen, vagy, vagy tévén keresztül, nem tudom, néztem meg. Én nagyon szerettem Asimovot, tehát valószínűleg ezért is a, meg szeretem még manapság is, viszont kevésbé ezeket a családi filmeket, tehát távol áll Asimovnak az irodalmától, tehát ő neki nem ilyen a, a nem ilyenek a művei, abszolút nem ilyen család, meg, meg családbarátok, meg családcentrikusak, sőt, még ennyire nem is érzelmesek, mint ebben a, ebben a filmben készült. A könyvet nem olvastam, hogy írt Asimov egy, egy másik íróval csinált pont itt a film kapcsán, előtte, utána, ezt már nem tudom, ebből egy regény, mert ez egy novella volt, tehát egy, egy rövid, egy short, short story volt az ő robot irodalom alapítvány univerzumának, és még régen, tehát 55-ben azt hiszem írta, tehát hogy egy viszonylag régi műve volt, és még viszonylag a timeline elején játszó tehát ott, a, ott, ahol, amikor éppen megjelennek a, a robotok, és elkezdi boncolgatni ezt az egész a robotok és emberek együttélése, és robotok fejlődése, mivé tudnak válni dolgot. De hogy akkor engem nem fogott meg, most, mikor újra néztem, se. tehát a, Sejtettem, hogy ez lesz, hogy hogy nem igazán tudok kapcsolódni a filmhez, megnéztem, hogy legyenek friss emlékeim vele kapcsolatban, de továbbra se érzem azt, hogy ez egy olyan, olyan, film, ami közel állna hozzám, egy tök jó családi film. Tehát, hogy arra, arra, nagyon jó, hogy ha nem akarunk erőszakot, nem akarunk rohanást, nem akarunk semmiféle ideges sztorit, hanem, hanem tényleg egy viszonylag nyugodt, békés, kellemes, érzelmekkel megspékelt, kvázi az elején inkább pinocchio történet, majd a vége felé már inkább egy ilyen emberi vállási történet alakul ki. Akinek ez fekszik, annak biztos, hogy nagyon bejön a film. Még én úgy tudom, hogy bocsánat, még egy, egy gondolat, hogy, hogy az Amerikai Egyesült Államok bicentenáriumára írta Asimov konkrétan ezt a, ezt a történetet, és azért 200 éves ember, és hát igazából ott is ez is egy Pinocchio történet, tehát az ő eredeti regénye is az. Tehát ugye ott megyünk végig ezeken a lépéseken, csak talán ez a családi szál nem annyira erős, inkább a már a jogi része, amikor ő elkezd azért csatározni, hogy először a robotok jogaiért, aztán meg azért, hogy, ő, hogy őt emberi nyilvánítsák. Tehát ebben, ebben követi a film a, a, a regényt. A regényhez nekem sem volt szerencsém, én sem olvastam, és a filmet sem láttam az eredeti megjelenéskor mindig elkaptam belőle részleteket tévébe, vagy itt-ott, egy pár jelenet így megvolt, de megmondom őszintén, hogy így az elejétől a végig egyben, ezelőtt eddig, a pontig nem láttam sose a filmet. Nagyjából a sztori úgy megvolt, de nem láttam korábban, úgyhogy most, most volt az, hogy leültem, és az elejétől a végig megnéztem, és igen, amit említettetek, ti is teljesen egyetértek, hogy Asimov feldolgozáshoz képest Hát er, igen, eléggé visszafogott és jóval, hát családbarátabb tartalom, hogyha lehet így fogalmazni, mostanában ez elég elterjedt ö, fogalom. Szóval a megszokott regényekhez, meg, meg Asimov filmfeldolgozásokhoz képest ott azért ö, Hollywood ezekhez szeret hozzányúlni a látványvilágtól kezdve akciójelenetek. És itt ugye nincs robbanás, nincs autósüldezés, nincsenek lövöldözések. E helyett, ugye ugye yeah, van egy, van egy Robin Williamsünk, aki Hát a film felég, vagy lehet, hogy még picit túl is van, hogy először igazából megjelenik, mint a színész valója, úgy igaziból. Előtte, előtte nem. Én nekem az egyik kedvenc színészem, a kérdésem az lenne igazából, hogy ne, nektek hogy tetszett az ő alakítása, meg úgy általában Williamshez, meg így a munkásságához. Ti, ti nektek mi a, mi a kapcsolatotok? Mint mondtam, nagyon szeretem őt, nekem is az egyik kedvenc színészem valahogy eleve olyan, olyan szomorú, mosolyú, szomorú szemű típusú, és így szerintem kiváló az ilyen szerepekre, ahol ő neki nagyon meg kell küzdenie az álmaiért, meg a céljaiért, úgyhogy ő erre egy remek választás volt, és azt gondolom, hogy nagyon jól is játszotta ezt a szerepet. De én akármilyen filmben láttam eddig, mindegyikben nagyon megkapóan játszott. Érdekes, igen, hogy csak robotként látjuk őt, és bár megvannak az ő arcvonásai, valamennyire ugye a robot arcon is, de, de nyilván nem tudja azokat az arcmimikákat közvetíteni egy ilyen fém arc, mint ami, mint ami neki van. És ezt ő maga kéri, hogy igen, rajta Igen, 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 ő maga kéri. De érdekes, hogy viszont a, az Asimov féle verzióban ő az, aki, ha jól tudom, neki sokkal jobban benne van a keze abban, hogy megtervezi ezeket a belső szerveket, meg a stb., a, tehát hogy, hogy emberibb legyen úgy, úgy felépítésében is. Itt viszont egy tudós, amit a film verzióban, meg egy tudóst keres vagy valami, nem is tudom, mi, mi az ő pontos megnevezése, de hogy valaki más készíti el ezeket. Úgyhogy ez egy érdekes különbség, és nem tudom, hogy miért, miért döntöttek így, mert mert szerintem sokkal érdekesebb úgy, hogy tényleg ő, ő az, aki végig viszi ezt az egész utat és ezért lesz ő egy nagyon fontos személy a későbbiekben, tehát az egész robotikát tekintve, meg ugye az ő találmányait használják ugye protézisekként is az emberek számára is, és ezért is lesz már egy nagyon érdekes kérdés innentől kezdve, hiszen ő is pont után már protézisekből áll, és akkor ő miért ne lehetne ember, hogyha már emberekben is van egy rakás protézis, amiket ráadásul ő, Talált fel és hozott létre. Csak egy példa, egy gyors kiigazítás, Tehát ez 76-os, ez a novella. Kevertem egy másik művel, ami 55-ös, csak a adat helyesség szempontjából. Uh, Rabbi Williams, én nagyon szeretem őt, és nagyon jól állnak neki az, az ilyen érzelmes, családias, kvázi romantikus érzelmekkel telített filmek. Itt viszont nekem például nem volt elég robot a, a robot. Tehát, hogy már az elejétől kezdve túl emberi volt. Pont miatta. Tehát, hogy ő, ő nem tud igazán robotszerű lenni, tehát már a legelejétől kezdve olyan nagyon nagyon emberi volt, érthető, utána, amikor már emberré vált, teljesen jól állt neki, meg jól mutatott, meg minden, de robotként nekem nem volt egy ilyen igazi asszimovír hiteles robot, tehát nem volt eléggé GPS és eléggé szemtelen, tehát eléggé kiszámított. Mert, hogy az asimovi robotok általában azok voltak meg azok a regényeiben, tehát hogy azok nagyon is a, a szabályok szerint működnek. Szeretem magát a színészt, itt miután már átoperálta magát, és akkor úgy jelenik meg, mint egy ember, úgy néz ki külsőre, nincsen vele bajom, előtte viszont nem, nem, nem éreztem olyan, olyan helyén valónak. De hát ez ízlés kérdése. T -t -t, úgy, hogy nem, nem volt meg számodra a kontraszt, tehát ahonnan indult, az az már egy ilyen... Igen, az is nagyon, nagyon Robbie Williams-es volt. Tehát ott is uh -huh. látszott rajta, hogy az arc az majdnem olyan, mint az övé, csak annyi, hogy, hogy kicsit ilyen robotszerűre vették, és nincsen még mimikája. Tehát, hogy ezen, de hogy úgy róla volt mintázva, és emberi vétette innentől kezdve a dolgot túlságosan is. Szerintem sokan mások is vannak -e ezzel így, legalábbis ezt feltételezem, de én, én gyerekkorom óta nekem, nekem az egyik ilyen kedvenc komikus színészem, Robin Williams, nyilván gyerekként elsődlegesen a, a, a vígjátékokban nyújtott alakításai, de nem tudom, ki nem emlékezni, mondjuk a, a Jumanji-ra, vagy ugye Missis Tűz volt-e, az is ez, igen, az a magyar igen, című igen, ez nagyon, Mrs. Dupfeyer, igen. Az brutál, igen. És ezekre a kicsit könnyedebb alakításaira emlékszek elsősorban gyerekkoromból, aztán később megismerkedtem a, a komolyabb alakításaival is. Kis túlzással a poén, hogy amikor ugye szakállat növeszt, akkor, akkor, komoly és drámai karaktert hoz, és amikor megborotválkozik, akkor nem vagyunk. A jó reggelt Vietnám az most ugrod be. Az is egy kedvenc film tőle. Na, de, az is jó, igen. Visszakanyarodva, igen. Igen, erre a filmre, nagyon jól tudja hozni ezeket, általában ezeket a keserédes karaktereket, hogy valamilyen szempontból nagyon nehéz sorsú, valamilyen, valamilyen nagy terhet szipelő a vállán, de mégis mégis ez egy-egy ez mosoly, ez a vidám egy-egy kacsintása az, az olyan, olyan többlet tartalmal bír, és olyan kis apró, nüansznyi színészi munkával is ki tud sokat hozni a karakteréből, hogy tényleg öröm nézni, évekkel későbbi tragikus öngyilkossága, nyilván ez még egy ilyen, még egy réteget így, így hozzátesz a, a, az ő színészi ő pályájához. Én, én, mindig szerettem őt, majd, hogy nem bármilyen, bármilyen filmben, mert, mert hozzá tudott adni valami kis, valami kis pluszt bármilyen karakterhez, akit, aki, aki ez csak hozzányúlt. Például ott van a Holt költők társasága, azért azt is meg kell említeni, tehát ott a kapitány-kapitányom jelenet az, az nagyon kultikus, és a Goodwill Huntingban is nagyon, nagyon jó, jó, volt. Tehát olyan, olyan mentor szerepet töltött ott be, az élet bölcsességeit adta át egy kicsit, úgyhogy igen, ezek tényleg nagyon jól állnak neki szerintem is. Érdekes, hogy nagyon szeretem a humorát, tényleg imádom, de hogy valahogy mégis jobban megérintenek, köz, valahogy, valahogy, jobbnak érzem én speciál őt, amikor ezeket a drámaibb, komolyabb hangvételű szerepeket adja át. Én is ezt érzem, hogy egy plusz réteget tud hozzáadni az egészhez. Hát valószínű volt az emberben egy nagy adag személyes keserűség, tehát tudta, mit játszik olyankor, amikor ilyen, ilyen, ilyen szomorúbb alkatot játszott, tehát nem véletlenül ért úgy véget az élete, hogy véget ért, tehát benne volt nem tudom, hogy depresszió, vagy csak mindegy. Tehát, hogy volt benne olyan, amit utána át tudott adni ezekben a szerepekben. De ehhez képest a vidámokhoz is nagyon hitelesen játszotta azt akkor, amikor, amikor, amikor nevetni kellett rajta, akkor is hiteles volt. Tehát, hogy tényleg ilyen szempontból zseniális színész volt. Ugye a film elején az a, az Asimov három fő, robotika három fő törvényével indítunk, ugye hasonlóan az én a robot, című filmhez hasonlóan egy pár éve később készült, az ugye Will Smith-szel a főszerepben. Nagyon itt is le, lefektetik az alapokat, hogy, a, hogy a, az átlag képbe legyen, hogy ez milyen univerzumról beszélünk. Most ettől függetlenül, hogy ha, ha, alaposan nézzük a filmet, azért egy párszor ez, ez megszegésre kerül. Hát már a legelején, mikor kiurasztják az ablakon. Tehát az egy akkora kapitális hiba, hogy az fájt, tehát. Hogy ugye ott, az ott első törvényt magam. azt nem sérti, de már a másodikat, ha minden igaz, az, az, az sérti. Nem, hogy a ugye... második az, hogy nem nézheti más ember. Más Akkor harmadik, meg a, a harmadik az, hogy nem okozhat. Tehát végre kell hajtani az utasítást, amennyiben az nem okoz, nem sérti az ő, vagy nem veszélyezteti az ő testi épségét. Így van. És aztán még később, amikor uh, erre a jelenetre visszautalva az ügyvédnek a nem tudom hanyadik emeleti irodájából, nézzen ki, milyen szép a kilátás, és megtagadja. Pedig uh, utasítás kapott, hogy nézzen ki, de ő megtagadja. Vagy amikor filmnek az már a második felében, amikor a, megtalálja már az Oliver Platt által játszott tudós, és van neki az idegesítő robot, és akkor egy jelenetben gondolom poénnak akart lenni, de ott megtámadja a másik robotot, és akkor micsoda. Vagy mondjuk a legvégén, hát igen, próbál el... emberévé válni, tehát itt azt próbálták, hogy ő már nagyon úgy viselkedik, mint egy ember, és egyszerűen zavarja a másik robotnak a viselkedés, és akkor valamit tenni akar vele. Tehát, hogy családi filmet akartak hozni, és ki kellett ugrani innentől kezdve ezekből a nagyon szűkre szabott logikai vágányokból, amit felállít a Simov általában a regényeiben. Tehát ott az ottani robotok kevésbé ugrabugrálnak a viselkedésükkel. Tehát ott viszonylag jól tartják magukat ahhoz, amik úgy meg vannak szabva nekik. De akkor titeket ez nem zavarta a filmben, hogy volt egy pár ellentmondás ilyen, ilyen szinten értve, hogy a filmnek a keretei, ez, ebbe, be, ez belefért akkor nektek? Hát mivel családi film, ezért az ember szemet húny felette, inkább így fogalmaznék. Tehát nyilván én, én most így már felnőtt fejjel szeretem Massimovnak a világát, olyannak, amilyen, és azok a törvények, azok, azok nekem szerintem zseniálisan kilettek találva, és ezért persze egy picit fáj az ember szívének, hogyha, hogyha ez meg van szegve, és nincsen ennek így következménye, nincs ez kiemelve, vagy nagyon úgy hangsúlyozva, de, de szemet hújunk felette. Tudom, engem zavart az ablakon kiugrasztás, főleg, hogy előtte, tehát egy vagy két jelenete hamarabb volt, hogy megbeszélték, mik a törvények, és akkor utána pedig fogja, és azt mondja, ugor ki, ez meg kiugrik plusz az elején engem az is zavart, tehát nagyon fura volt az, hogy, hogy mennyire nem tudja, mit csinálnak az emberek, mi, mi csodadat, mindent el kell neki magyarázni, mint egy gyereknek. Ez nem volt jellemző általában az Asimov művekben, tehát ott a robotok, azok megkapták az alapprogramozást ahhoz, Attól függően, hogy milyen típusú munkára állították elő, tehát egy házi robot az úgy jött elő a gyártótól, úgy kapta meg a család, hogy az be volt programozva tulajdonképpen minden olyan információval, ami egy családi életben kellhet. Tehát nem az van, hogy el kell neki magyarázni, hogy akkor mostan mi micsoda, hanem jön egy nagy tudásbázissal, de érthető, itt megint csak a dramaturgia, meg az egész családi film elképzelés miatt, valószínű ez volt a trade-off, hogy igazán családias legyen, meg pinokkiós legyen, hogy akkor mindent megmutatjuk, hogy a család szépen megtanítja a mi kis robotunkat mindenféle dologra, a robot meg úgy issza magába, mint egy, mint egy kisgyerek. Ez zavaró volt, de mondom, nekem nem kedvenc filmem, tehát innentől kezdve nem, Ebből nincsen problémám. És akkor most, ha, ha, már az ominózus ablakon kiugrás jelenet, az is még a film elejéhez tartozik, nem annyira sokszor, de itt éreztem a filmen, hogy próbál egy kicsit így, így feszegetni így a határokat, oké, okay, a családi film, azt már megbeszéltük, de itt, itt azért szerintem eléggé elemi szinten megjelenik az emberi gyermeki gonoszság, ugye? Nem tetszik neki ez az új jövevény, mert végül is egy háztartási eszköz, de azért annál több, ezt már a gyermek is érzi, utasítja arra, hogy, hogy ugorjon ki az ablakon. És akkor a kérdés az igazából, hogy még ezen a ponton, ugye még azért korai arról beszélni, hogy, hogy neki kialakult személyisége legyen, de bár hát nyilván nehéz meg, meghatározni azt a pontot, hogy honnan, de minden esetre még ott az elején járunk, úgymond az ő fejlődés történetébe. Mennyivel másabb, vagy mennyivel kell máshogy kezelnünk egy ilyen helyzetet, hogyha ha történik egy ilyen, mint amilyen filmben is láttunk, mondjuk az szemben, hogy nem tudom, a gyerek ledobja a távirányítót, és összetörik a tévének a távirányítója, hogy jó, ennyi nem szabad, de jó, veszünk újat. Vagy inkább már majd, hogy nem egy, egy családtaként kezelik a, a, robotot. Másfajta értelmezésem van erre az egész helyzetről. Azért, mert amikor ugye én ezt megtudtam, hogy az Egyesült Államok 200 éves, tehát a bicentenáriumára készült ezen a regény, nem tudtam nem gondolni a rabszolgaság kérdésére. Ebben az egész történetben egy kicsit ezt is látom. Tehát, hogy mint, mint hogyha a rabszolgát is egy, egy, háztartási gépnek tekintették eleinte, és mint hogyha ez, ez, ez egy ilyen szimbolikus megjelenítése lenne az egész rabszolgaságnak, hiszen ugyan filmben van egy pont, amikor Andrew megvásárolja, tehát a robot megvásárolja a szabadságát, és az szerintem ilyen szempontból egy kulcs mozdulat, és ezért kötöm össze ezt a kettőt, és ezért gondolom azt, hogy azt érzi az ember, hogy másabban kell reagálnia, mintha csak egy távirányítót ejtünk le. Igen, ez, ez valahol egy, egy érdekes, megint csak egy érdekes filozófiai kérdés is, hogy ő egy emberszerű háztartási gép, és van talán bennünk egy ilyen ösztönös védeni akarás, hogy mert hogy a robotok egy kicsit kiszolgáltatottak az emberrel szemben a három törvény miatt. Nyilván ott van a harmadik törvény, amiről beszéltünk is, és egyébként a Simovnak a regényében is benne van ez a történet valamely pontján, hogy valami emberek a sikátorban vagy hol próbálják rávenni Andrew-t arra, hogy szerelje szét magát, ugye szintén belekötve ebbe a, ebbe a három törvénybe, de nyilván úgymond szerintem nagyon jól meg van alkotva, és elvileg nem lehetne kikezdeni, de ők mégis megpróbálják kikezdeni. Úgyhogy ez, a, ez az ártani a robotnak, vagy ártani egy távirányítónak, az egyik az intelligensebb a másiknál, és, és talán ezért, mert lehet vele interaktálni, talán jobban érzi az ember, hogy meg kell tanítani a gyerekének, hogy, hogy ezt ne bánjon így valakivel, aki, akivel, akinek van, tehát aki intelligens, akivel lehet kommunikációt folytatni, vagy, vagy valamilyen módon kapcsolódni hozzá. Igen, és a, a filmben az apuk így is kezeli szerintem, tehát már ő az elejétől kezdve így áll hozzá. Igen. Tehát nem azt mondom, hogy nagyon ledorongolja a lányát, de egy nap elmagyarázni, hogy ez egy nem, nem helyes hozzáállás Andrewhoz, és végig... Andrewnak nem csak a robotként kezeli, hanem Andrewként hivatkozik rá, és próbálja elmagyarázni, hogy oké, okay, hogy nem személy, de akkor is valaki, akit nem ugráltatunk csak úgy ki az ablakon. Igen, És igen, igen erősen érződött ez a, ez a megvásárolja magát, a szabadságát, ott, ott ez, ez nagyon erős. Ezt, ezt nem tudom, hogy benne van-e a novellában az eredetiben. Benne van. Tehát azt, benne van. azt nem tudom, hogy, hogy beletett. a valószínű ott is megpróbálta pont ezért, amit mondasz, hogy ez egy, ez egy 200 éves évforduló. Igen, és akkor egy olyan felszabadulás történetet akarta így, így szerintem feldolgozni és szimbolizálni ezzel az egésztel, és hát utána is ő küzd azért azokért a jogok, azonos jogokért, ami egy embert ugye megillet, és ez is nagyon szépen összecseng ugye a szegregáció és a többi, és hogy ott is meg kellett küzdeni azért, hogy, hogy más rasszok egyenlő jogok, jogokat kapjanak és emberként tekintsenek rájuk is. Úgyhogy én ezt abszolút ezt éreztem ebben a történetben. Nekem az első eléggé direkt indikátor az volt, ugye, hogy elindul ez, ez a folyamat, amikor ugye egyrészt elkezdett készíteni mindenféle fából, ilyen kézműves, esnek ugye a kislánynak az összetört üvegló helyett ugye egy fa, falovat csinált neki, Igazából a sztoria, hogy kibontakozik, hogy jó órákat, órákat szeret csinálni, mindenféle fajta órát, és eljutunk egész korán ahhoz a, ahhoz a pontig, hogy ő akkor innentől kezdve szeretne egy, egy külön saját bankszámlát, ahova ugye a a termékeiből származó hasznot, akkor azt, ő, azt úgy, úgy gyűjti magának a, a bevételeket. Ez számomra ezen a ponton az ez elég furcsa volt, mert nyilván, hogyha egy, egy emberről beszélünk, és akkor nyilván ő készít valami terméket, akkor azt őt megilleti a, abból a származó bevétel. De hogyha mondjuk tegyük fel, én veszek egy. megint csak egy háztartási gépet, egy eszközt, egy, egy akármit aminek a segítségével én tudok készíteni bármilyen más terméket vagy vagy valamilyen szolgáltatást melyik ponton lesz az, hogy akkor ezt nem én fogom kapni, hanem ő, mert veszek egy gépet, nem tudom, beprogramozom arra, hogy írjon más programokat, vagy készítsen, beprogramozzuk egy CNC De 3D gépet. nyomtatók. Így van, így van, így van. Beprogramozzuk, hogy oké, okay, akkor nyomtassa -e ezt, vágja ki azt, lézergravírozzon ezt, és akkor azt ugye 0-24, mert hát ő egy robot, és akkor ezt tudja csinálni, és tökéletesen, és akkor azt abból eladok egy csomót, és meggazgazom, és soha többet nem kell, hogy dolgozzak, hisz ezért vettem a, a gépet, hogy helyettem dolgozzon, és akkor ő megjön, hogy akkor elveszi a bevételt, és hogy de hát, nem már. Hát ezt meg is beszélik, ugye emlékszem, pont a feleségével a, a, a főszereplő, hogy a főszereplő, tehát az apuka, a nevekkel sajnos mindig bajba vagyok, megbeszéli a feleségével, amikor először felhozza ezt Andrew, hogy akkor most ezzel mi legyen, a feleség szerint sem értelme külön, mi az, hogy pénze van a robotnak, hát az a mi robotunk, akkor az a miénk, és akkor itt ő az, aki ragaszkodik hozzá, hogy nem, 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 hát ő csinálja, meg ő, ez az ő kreativitása, meg az ő munkája, akkor ez a ő illeti, ez a pénz neki nincsen erre szüksége, meg nem tart rá igényt. De egy érdekes dolog, tehát ez, mint ahogy az AI-jal, tehát én generáltatok egy képet, Igen. eladom enyém vagy nem enyém. Most a mostani szabályozás szerint pont azt hiszem, hogy nem enyémek a, a szerzőjogok, hogyha AI-jal generáltattam, tehát akkor nincs tulajdonjogom a fölött, a mű fölött hogy már most kezd kibukni a, a való világban is ez a történet, hogy akkor kié, legalábbis a jog. Aztán, hogy utána ki mit ad el, megint más, megint más kérdés. Én ott érzek egy kicsi különbséget talán a helyzetben, hogy ugye a, a, amikor egy új képet készítünk ugye az emmivel, akkor, akkor parancsszavakat adunk meg neki. Andrew viszont egy idő után teljesen magától farag mindenféle dolgot. A legelejétől. Ipít magának egy házat a tengerparton, stb. Tehát, hogy nem kap konkrét instrukciókat, hogy tessék itt ez a kép, ez alapján készítsd a 3D-ben ezt a fafigurát, vagy most mond, vagy valami hasonló. Szóval, hogy meglátja benne a az alkotót, ugye a tulajdonos, és hát ő ezért tartja andrew nagyon különlegesnek, és kezd iránta ezen a ponton táplálni egy másfajta kötődést, hiszen andrew van kreativitása, van alkotói oldala, és akkor, mintha már már lenne lelke is. És igazából erről beszélgettünk egy másik műsorban, pont a női dimenziók első adásában, amikor az alkotásról beszéltünk hogy az különbözteti meg a mesterséges intelligenciát az embertől és az alkotástól, hogy a mesterséges intelligenciának mindig belead az ember valamilyen parancsszavakat. Magától nem hoz létre mű alkotást, És a másik mesterséges intelligencia sem tudja úgy befogadni azt az alkotást, hanem mint adathalmazt dolgozza fel, és készít belőle egy következő képet, de nem érzelemből alkot, nem olyan indítatásból alkot, mint az ember, és hogy ez a, ez a különbség, és akkor itt ezen a ponton amikor meglátjuk Andrew-ban, a robotban az alkotót, megláttuk benne az embert is, és ezért ezért csarkalatos ez a pont. Hát van, van akarata, tehát hogy neki már, tehát ő saját akaratából csinálja, kezdi el, tehát meg van a vágy benne, hogy alkosson, és van egy kvázi szabad akarat, mert megengedik a gazdája, hogy csinálja, amit akar. A robot tevéke, a házi munka mellett megmondja apuka, hogy jó, akkor innentől kezdve akkor hagyjuk x órát minden nap foglalkozhat a saját dolgaival, de hogy neki van saját dolga, tehát hogy van egy saját indíttatása. ez, én nálam ez, van, ez, az a pont, amikor azt érzem, hogy igen, kezdik őt úgy kezdeni, hogy úgy bemutatni, mint egy ember. Tehát, hogy van egy saját akarat, ő magától szeretne valamit csinálni. Hogy te is mondtad, az AI bármelyik mostani AI-ról beszélgessünk, nincsen akarata. Tehát ő nem akar magától sem, mert még nem kéri senki, hogy csináljon bármit is, ő nem csinál semmit. Parancsszavakra van szüksége. Igen. Tehát megmondják, hogy mit csináljon, jó rabszolga. Tehát az, az, EMI az jelenleg egy nagyon jó rabszolga, de magától nem akar semmit. Andrew ellenben ő nem volt egy jó rabszolga, nem is úgy hívták, hanem csak házi szolgának, de hogy, hogy ő neki már kialakult nagyon gyorsan az, hogy ő saját belső indítatásból akar selekedni és akar készíteni dolgokat. Bár ugye az első, az első pont, ha jól emlékszem a filmben, úgy van, hogy összetör egy... Véletlenül a kis lovacskáját a kisebbik lánynak, és meg Korra akarja, vigasztalni. Neki, nem, ő meg nem akarja mondja ő vigasztalni. neki, hogy meg akarja vigasztalni? Igen, uh -huh. tehát ő nem, nem mondják, hogy ő csináljon, pótolja, hanem a kislány mondja, hogy ez izé, mennyire szeret, ez a legszebb pótolhatatlan már nem gyártják, és akkor ő este elvonul a kis fészerbe, ahol, vagy nem tudom, pincibe, ahol, ahol tartják, és elkezd utána nézni könyvekbe, és megkeresni, hogy hogy lehet ilyeneket kézzel készíteni, és akkor utána olvas, és utána meg megalkotja. Tehát az egész belülről jön neki ez az egész, csak annyi, hogy van egy ilyen kiváltó ok, hogy a kislány, akihez ő kötődik, úgy látszik már akkor érzelmileg, az, hogy neki fájdalmat okoz azzal, hogy eltörje a lovacskáját, valószínűleg ez billenti át neki tulajdonképpen ott valamelyik ideg pályáját, és akkor kezd indít, indul el ezen az úton. A pozitron agyában a dolgok Igen, igen. <laughs> Többször említettétek már, hogy ez a Pinocchio story én is szerettem volna beszélni, ugye, ugye, ugye mi is gond, mire is gondolunk, ugye em, emögött, Nyilván Pinokkió történetével szerintem elég sokan tisztában vannak, hogyha egy picit máshonnan közelítjük meg, ugye van az a elképzelés is, ugye, egy transhumanizmus. Azt mondanám, hogy ez egy ilyen reverse, vagy ilyen fordított transhumanizmus, tehát ugye a klasszikus értelemben arról beszélünk, hogy ha, ha a biológ, meglévő biológiai emberi testből szeretnénk tovább lépni egy, egy következő szintre, és tudatunkat, agyunkat, mikor melyik Skifi, hogy áll éppen a témához, azt átültetjük valamiféle digitális verziót, másolatot létrehozunk, erre is láthatunk már számos példát, könyvekben, filmekben is, de ugye itt, itt inkább ahogy mondtátok is, ez a Pinocchio történetről van szó, tehát ez a visszafele, vagy fordított transhumanizmus, amikor ugye egy, egy robot digitális valamilyen hardware és szoftverből indulunk ki, és abba szeretné eljutni a főhős egy érző, önálló entitássá, emberré ö, szeretne válni. Két történet közötti párhuzamról mit gondoltok, meg az egész film során való bemutatását Titi, hogy, hogy hogy látjátok ennek a, ennek a történetnek? Bevallom, ez a Pinokkió vonal, ez, ez eszembe sem jutott, inkább, inkább emlékeztetett ugye a rabszolgaságra és a felszabadulásra, tehát nekem valahogy sokkal jobban jött ez a hasonlat, és nem a, nem a Pinocchio, de a kettő nem zárja ki egymást szerintem. É, nem, nem, nem zárja ki egymást, abszolút ezt, akarom én is mondani, hogy, hogy tény, hogy, hogy abszolút ez is benne van. Viszont ugye a Pinokkió történetben a változás az úgy varázsütésre történik. Nincs egy fokozatosság benne, nincs egy, nincs egy törekvés benne. Illetve hát jó, persze a, a ki, kisfiúba egy lélek költözik bele, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy egy, hogy egy fa bábú, ami alapvetően nem mozog, nem cselekszik. Egyik pillanatra a másikra lesz benne egy, egy, egy lélek, egy, egy igen, valaki, amit mozgatja. Nem emberként, emberként fabábuként valóban. igen nem, Nincs emberi teste neki sem, csak kapott hirtelen egy, egy, egy lelket. És, és egyszerűen az ember a Pinokionál tudja, hogy itt valami természetfeletti dolog történt. Na most a, a, az Asimov féle verzióban ott öm, a tudomány az, amivel meg van támogatva ez az egész történet. Tehát nem egy csettintése történő dolog, vagy ha úgy vesszük a varázslat, vagy a csettintés, ott az a, az a motivum, amikor, amikor ugye ö, saját tintítatásból ő kitalálja Andrew, hogy, hogy ö, egy fabábút készít az összetört helyett, és akkor már meg is van a fabábú, <laughs> mint, mint összekötő elem. Persze össze lehet kötni ezeket a szálakat, és akkor meg lehet találni a, a párhuzamot a kettő között. Csak ott valahogy hangsúlyosabb a, a fokozatosság a 200 éves ember története alatt és sokkal jobban belemegyünk abba, hogy, hogy mikortól ö, ember az ember, és, és tényleg ö, ez, egy, ez egy, fokozatos változás, itt egy fokozatos fejlődés. És a Pinokionál ezt, ezt ö, olyan határozott szakaszokkal el lehetett választani, mert ugye a legvégén meg, meg lesz ö, egy emberi test. Tehát, hogy ott is egy ilyen pillanatnyi... Hát, amikor mi... megérik rá, hogy, hogy tényleg, mikor már úgy kezd el viselkedni, mint egy igazi, és fiú akkor kapja meg a lehetőséget. Akkor egyszer csak hogy megkapja a test. Igen. igen. És itt meg a test, az, ami a 200 éves emberben egy fokozatos emberi és humanizálódáson. Igen. Ö, De megy viszont keresztül. az elején már gyorsan átvált a viselkedés, az már nagyon az emberi. A viselkedés törkezve, az nagyon, igen. Az nagyon emberi. Igen. Én nem érzem nagyon távolinak, szerintem, és teljesen érthető. Tehát ez egy nagyon régi sztoria szerintem az emberiségnek, ha visszanézünk több ezer évre az irodalomba, többször megtaláljuk ezt, hogy egy szervetlen, valamiből élőt csinálni, ez mindig ott volt a történetekben. Tehát ahogy megyünk visszafelé, megtaláljuk a gólemet, a, a bármit, amikor összegyúrunk szervetlen vagy, vagy már halott dolgokat, és akkor valahogy emberré tudjuk-e változtatni. És... Van olyan teremtéstörténet is, hogy sárból lett az ember, és ott is egy, egy idézőbb, egy élettelen dologból lesz az ember meg ott vannak a vudubabák és hasonlók, tehát hogy igen, több kultúrában is megjelenik ez, hogy, hogy egy élettelen valahogyan élővé válik. Igen. És régen megértem, hogy, hogy, tényleg csak ezen gondolkodtak, szerintem az utolsó, utóbbi 50-70 év lehet az, amikor, amikor megjelent ez a transhumanizmus, amit, amit emlegettél, már azon kezdünk el gondolkodni, hogy lehetne túllépni a test korlátain. A régi ember még azon gondolkodott, hogy lehetne valamit, ami nem él, az én képemre formálni, és beindítani, és, és emberré változtatni, most meg már ott tartunk, hogy meg szeretnénk szabadulni a fizikai korlátainktól, mert úgy érezzük, hogy az elménk és a, a tudatunk az ennél sokkal többre hivatott, mint amit a testünk megenged, és akkor de jó lenne, hogyha ebből ki lehetne lépni. Tehát ez egy két külön történet számomra. Az, hogy még itt inkább ezt látjuk, hogy az emberré válás, hogy hogy lesz valamiből, ami nem ember, ember. Itt még ez van megjelenítve. nem tudom, ismeritek e de eszembe jutott most a Valós Halál című sorozat, megy a Netflixen egyébként, és ott meg a, az emberek a tudatukat egy ilyen tokba mentették le, mondhatni digitálisan, és akkor testről testre lehet ugrálni, igen. ültetik át mindig, és akkor lehet ugrálni, mondhatni, igen, és, és így élnek meg iszonyatosan hosszú életeket, matuzsálemeknek hívják Akinek azokat, van több száz éve csinálja, igen és ezek, ezek a matuzsálemek iszonyatosan gazdagok, és ezért tudnak mindig újabb és újabb, és jobb minőségű testeket vásárolni, illetve klónok, meg klónokat, tehát magukat klónozzák le nem tudom hányszor, és akkor külön ilyen, ilyen úgymond bankokban őrzik ezeket a klónozott testeket tudattalan állapotban, és akkor beléjük helyezik ezt a, ezt a tokot, és akkor mehet tovább a következő élet. Ott meg ez egy ilyen átmeneti valami megoldás, mert mert a tudaton van csak kimentve. De emberi testeket ö, használnak mindig. Könyörüljünk vissza kicsit a filmhez, meghartam tőle kérdezni egy ominózus jelenetet, amelyben lehet hogy kicsit sokat látok bele, De majd megmondjátok, hogy ti mit gondoltok róla, amikor már Robin Williams megjelenik, és szerelik össze a testét, és biztos emlékeztek arra, amikor még a feje külön áll a teste többi részétől, és a, a tükör felé fordítja a, a, a mérnöktudós bácsi, és ott ugye megijed hirtelen, hogy akkor látja először új Nem, akkor ilyet meg, amikor leveszi a régi arcot, és meglátja, a, akkor kezd a így, így van, így van, így van, köszönöm, köszönöm. Így van, amikor leveszi régi arcot, és akkor megijed, hogy hogy meglátta, meglátta magát. Nem tudom, akaratlanul is beleláttam egy kicsivel többet, hogy amikor ugye az ember magába néz, megpróbálja megérteni magát, a, a, a tudatalattiával megpróbál esetleg kapcsolatba lépni, egy kicsit mélyebben elgondolkozni a saját ényén, és hogy hol ő hol van, és ugye ez egy nagyon nehéz, hosszú és nagyon személyes folyamat tud lenni, és akár még félelmetes is tud lenni, ugye ezt a kifejezés is ugye használjuk is, hogy 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 az ember magával val sokszor nem mer, hogy fél a saját érzelmeivel, a saját énnyével szembenézni, vagy azt egy, egy egyetlen megérteni, és egy ilyen párhuzamot vettem észre ebbe az egy apró mondatban, amit nyilván egy poénnal megint elütöttek. Nem tudom, hogy szentetek van, van benne ilyesmi, vagy, vagy túlképzelem? Rögtön eszembe jutott ez egy gyerekkori élményem, egész ö, kislány voltam, amikor a tévében esténként elkezdtek adni egy ilyen ismeret terjesztő sorozatot az emberi testről. És én akkor először találkoztam azzal, hogy bennünk csontváz van, és izomrendszer, és, és vörös, meg, 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 rózsaszín hús, meg, meg ilyen dolgok, és én egészen addig azt hittem, hogy mi fényből állunk ilyen nagyon szép kis aranyozott, világos, fehér fényből, és amikor én megláttam, hogy mennyire ijesztő, és hát csúnyának találtam kislenként az a, azt, ahogy mi igazából kinézünk, nekem az egy nagyon sokkoló élmény volt. Tehát én engem azt, kis túlzással traumatizált, és akkor ez nekem nagyon sokáig ott, ott kattogott bennem, hogy nagyon is szerettem nézni ezt a műsort, csak a nővérem szerette, és kicsivel idősebb volt nálam, és, és ő imádta, mert nagyon érdekes volt, és ezért mindig ment a tévében, de én ezt mindig nagyon rosszul éltem meg, hogy úristen, szőrszálak, meg szőrszálad mozgatóizmok, és hogy, és hogy mennyire rémisztő ez az egész. Tehát én, én, én átérzem ezt a pillanatot ilyen szempontból, hogy ez valakinek mennyire sokkoló lehet, aki először látja, hogy mennyire csúnyák vagyunk belülről, a vázunk mennyire nem, nem, szép, és nem emberi, ha mondhatjuk így. Egyébként nagyon érdekes, amit te mondasz, mert ezt is abszolút szimbolikusan be lehet látni, hogy magunkban nézni is mennyire ijesztő tud lenni, szembenézni a félelmekkel, szembenézni mondjuk olyan gondolatokkal, amik annyira nem szépek, nyilván mindannyian gondolunk nem szép dolgokra is, vagy, vagy vannak olyan traumáink, akármi sebeink, amikre nagyon nem szeretnénk visszanézni, nagyon nem, szere, nem szeretnénk, vagy nem tudjuk feldolgozni, ez mind-mind egy, egy nagyon ijesztő, sötét verem tud lenni annak, aki, aki nem, nem mert ott még körbenézni. De hát ugye fokozatosan be, be lehet tekingetni, akkor ilyen fokozatossággal az is, az is kiismerhető, és, és meg lehet virkozni ezzel, de ilyen hirtelen mozdulattal valóban sokkoló lehet ebbe is bepillantani, ebbe a sötétségbe, vagy ismeretlen terepre megint csak Asimovtól idegen volt ez a, ez a jelenet, tehát hogy értem, családi filmben vicces a robot, hogy visít, nem tudom elképzelni, egy Asimov féle robot ilyen típusú érzelem megnyilvánulást csinál akkor, amikor egy ilyen történik vele, tehát ennél Asimov sokkal kiszámítottabbnak, meg érzelemmentesebbnek csinálta még azokat a robotjait is, akinek volt bármiféle ilyen emberi viselkedés modulja, tehát számomra megint csak idegen volt. Jól állt Robbie Williamsnek vicces volt, ahogy ottan visított, de hogy nem, nem éreztem ö, helyén valónak magában a sztoriban. Lehet, hogy, hogy, volt bennük egy ilyen szándék, amit mondasz, Norbi, hogy, hogy ez a szembenézni önmagunkkal, hogy ez mennyire emberi, és megijedni önmagunktól, amikor, amikor úgy igazán belenézünk a tükörbe. Volt lehet a készítőknek egy ilyen terve, mm nem fejtették ki különösebben, tényleg löktek rá egy, 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 poént csináltak belőle, és mentek tovább. Nem tudom. Nekem ez néha hiányzott az, a, az a, hogy kicsi mélységet kapjon, és elbeszélgessen. Tehát valakivel leüljön úgy igazán beszélgetni ez a robot, és arról beszélni, hogy mi játszódik le benne, vagy az évek alatt mi minden játszódik le benne hanem csak úgy, úgy látjuk, hogy ő nagyon akar, meg hogy ő, ő tényleg ő ember szeretne lenni, és hogy ez neki mennyire fontos, de hogy nem kapunk egy ilyen insightot. Nekem ez jobban hiányzott a filmben. Igen, az Én a Robot című filmben azért van egy-két olyan beszélgetés, ami amiben érződik, hogy a robot kérdéseiből is már érződik, hogy, hogy valami lejátszódik benne, és mik foglalkoztatják. Igen, jó lett volna itt is egy-két ilyen velősebb párbeszéd. Igen, itt már az elején emberinek tűnik, ma ugye elkezdik csinálni a, a, a kis vizéket az órákat, meg azt a kis tárgyat, onnantól kezdve úgy viselkedik szinte végig, mint egy ember, csak annyi, hogy, hogy szeretne először emberkülsőt, meg ilyen szerveket, meg olyan szerveket. Tehát inkább azt nézzük, meg nem az, hogy egyből emberré válik belül, csak a külső változtatást nézzük 200 éven keresztül, meg a idézőjeles harcot azért, hogy elismerjék, ami megint csak nem volt egy igazi harc, legalábbis én nem éreztem drámaiságot, meg feszültséget ebben a, a dologban. Egyszer-kétszer elment a bíróságra, ott mindig elmondta a magáit, és utána majd a legvégén persze happy end megkapja. A... Hát valószínűleg nem is fért volna bele egy mozifilmnyi időbe az, hogy jobban rá menjünk még a bíróságos részekre is. Nem, csak hogy nem éreztem feszültséget benne. Tehát nekem ez hiányzott. Én nem éreztem drámainak hmm, a persze, filmet persze, ilyen persze csak mivel családi film valószínűleg ezért nem akarták ennyire drámaira venni, sajnos, mert nyilván, ha mi lennénk a célközönség, akkor, akkor ez egészen más hangvételület volna. Igen, a végével kapcsolatban én is érzem ezt, hogy igen, értem, hogy ott lett volna a katarzis, de már talán a tétet úgy nem, nem éreztem mögötte annyira. Mindezon által, hogyha lebontjuk a filmnek a külső rétegeit, és most egy kicsit eltekintünk attól, hogy egy, egy robot szeretne ember lenni, az alapja szerintem az egész történetnek az ősi, egy ősi történet a sok közül az önmagunk megtalálása. Hogyha most tényleg nem abból indulunk ki, hogy van egy robotunk, aki 200 év alatt eljut odáig, hogy emberi szeretne válni, akkor igazából ez, ez hasonló ö, olyan szempontból bármilyen más történethez, felnővés történetekhez is, amikor ugye egy ember szeretné magát megismerni, megtalálni, önmagát megvalósítani, úgy megtalálni a helyét a világban, mert Hogyha belegondolunk, legalábbis szerintem, tő, ugye Andrewnak is ez volt a célja, hogy ő is egy legyen az emberek közül, ezt támasztotta maga el, ilyen életcélként, és, és ugye hát neki kicsit -e több ideje volt azért, mint egy átlagos embernek, de de az ő munkálkodását látjuk, hogy, hogy elérje ezt a célját, és akkor visszatérhetünk ez az alap, alapkinduláshoz, hogy, hogy a önmagunk megtalálása és önmagunk megismerése, az mennyire fontos igazából mindenki, mindenki számára? Mindenképpen fontos, itt tudunk önazonosak lenni, hogyha megismerjük saját magunkat, és így tudunk egy olyan életminőséget kialakítani, amiben elégedettek lehetünk a hétköznapokban. Tehát ez mindenképpen fontos. És hát persze, ha így vesszük, Andrew ugye tanulmányozza a belsejét, a bensőjét, és, és fokról fokra próbálja egyre úgymond emberibbé tenni, tehát elérni úgymond fokról fokra fejlődve azt a, azt a végső állapotot, amit ő teljesnek érezheti magát. Viszont a filmben a legvégső katarzis az nekem azért nem stimmel ebbe a képbe, mert egy külső megerősítést vár arra, hogy valami külső személy, vagy, 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 entitás igazolja, hogy ő teljessé vált. Na már most egy ilyen belső utazás esetén az ember belül érzi azt, hogy ő teljessé vált. És viszont ugye az Asimov regényében van egy utolsó jelenet, egy utolsó pillanat, amikor a tudata kezd elhalványulni, akkor a kis-kisasszonyra gondol, Andrew, és őt látja az ágya mellett, és azt látja, hogy ő is meg fog érkezni arra a helyre, ahol az ő szerettei várnak már rá, és ez az a pillanat, amikor ő rájön, hogy ő emberré vált. Tehát ez az a motivum számára. És így viszont igen teljes, de a filmben nem, ez nem látszik, nincsen benne, ezért ott úgy zárul a történet, az okozza a katarzist, hogy Valamilyen más entitás, és ez ugye valami világelnök dönti el, ugye egy külső személy dönti el, hogy igen, ő emberré vált. És szerintem ennek, ennek a valóságban nem így kell történnie, hanem úgy, ahogy a Simóv regényében van. De a definíció viszont nekem legalábbis tetszett, tehát, hogy onnantól kezdve tekintik embernek, hogy halandó. Tehát bár, ha nem halandó, akkor nem lehet ember. Tehát nem az számít, hogy embernek született vagy nem embernek született, hogy miből áll, vagy miből nem áll, vagy hogy viselkedik, vagy hogy nem viselkedik, hanem az, hogy addig, ameddig ő halhatatlan, addig nem lehet elképzelni, hogy őt embernek nevezzük, onnantól kezdve, hogy halandó, onnantól kezdve kezelhetjük emberként. Tehát igen, én. igen, igen, igen. De viszont ez ugye nem egy belső fejlődés történetnek a katarzisa, ha mondhatom így, egy, 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 nem attól lesz teljes az ember. Nem, de én nem is tudom, hogy Asimov erről akar te írni. Tehát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy Asimov ezt a belsőt kergette. Őt, őt egy ilyen külső szemlélő, és a regényében ő mindig egy ilyen külső szemlélő, aki, aki ezen elmélkedik, hogy, hogy tényleg milyen interakció van ember és gép között, meddig gép a gép, mikor válik em. Tehát, hogy ő nem keresi ezt, hogy ő, ő mostan azon gondolkodik, hogy a robot mikortól kezdte el embernek érezni magát, hanem ő egy ilyen definíciót keresett, vagy hogy tényleg, hogy mitől mekkortól. És ez, ez, látszik a későbbi műveiben is, meg ahogy megy előre a az egész világa, nagyon sokáig élő izé, szoláriaiakkal, meg az olyan robot. Tehát ott nagyon, nagyon elindul más felé a történet, és ott Inkább ezen van a hangsúly. Tehát őt a definíció érdekli, nem az, hogy minek érzi magát belülről. Én legalábbis számomra ez volt az üzenet mindig az Asimov könyvekben. Persze, ez számomra is egyértelmű, és én is ezt tartom a, a legerősebb üzenetének. Csak ugye a kérdésre reflektálva mondtam ezt, hogy hogy, a, hogy egy önkeresésnek ideális esetben az a vége, amikor az ember tényleg egy önazonos életet tud élni a, a, hétköznapokban, és meg tudja valósítani azokat a dolgokat, amik őt elégedetté teszik. És ezek alapján milyen érdekes, elsőnek ellentmondásnak hangzó tény, vagy állítás legalábbis a film oldaláról, hogy az élet értelme, vagy az életet úgy tudjuk definiálni, hogy, hogy hát az, hogyha egyszer vége van. És hogyha ha nem, ha valaki örök él, mint, mint ugye a robotok, akkor, akkor azt már nem tekintjük annak furcsaság számomra, de mindenféleképpen érdekes. De értelmet találni valaki az örök életében? Tehát egy egész örök életben tud-e mindig értelmet találni a létezésének? Tehát talán ez a, ez a jó kérdés. Maga így az egész megkérdezik a definíció az életnek, tehát, hogy élete az, ami sose ér véget. Tehát akkor már az élet az, az, hogy van egy kezdet, van egy vég, és a kettő között dolgot definiáljuk életnek, így meg ha tudjuk, hogy sose lesz vége, akkor az nem is feltétlenül élet, hanem csak tényleg egy létezés. Az megint egy, talán egy másik kategóriának mondanám, én nem, nem életnek hívnám. De ez csak egy ilyen. Filozófikus magaslatokban mentünk. Ha <laughs> a podcast vége felé, akkor egy-két kedvenc jelenetet kérdeznék, hogy mik voltak azok, amikre legjó, legkedvesebben emlékeztek vissza. Ú, ez nehéz. Tehát én kedvencet nem igen tudnék mondani, inkább mondom azt, hogy nekem mi hiányzott. Tehát engem borzasztóan frusztrált, hogy nem láttam több robotot, és nem láttam több ember-robot interakciót, vagy robot-robot interakciót. Tehát annyira száraznak tűnt ez a világ, ahol elméletileg szinte mindenkinek vannak ilyen házi robotjai, és egyedül csak azt a női robotot látjuk, aki elmegy a piacra, és egy olyan piacon vásárol, ahol tele van emberekkel, meg a mi Andrunk, meg a robotlány, aki nem tudom, táncolva megy hazafelé, és az emberek ezen se megütközve nincsenek se, se, hogy nem kezelik, de hogy nincs a környéken más. Tehát, hogy számomra teljesen hihetetlenné tették ezzel, hogy csak ezt a két robotot tartották, meg jó, biztos, hogy anyagilag ez így egyszerűbb volt. Nekem tetszett az például az a folyamatos átváltozás, az a kreatív, vagy hogy mondjam, a, fa a fantáziám, olyan nagyon élénk a fantáziám, nagyon szeretem azt, ahogyan megelevelednek előttem konkrétan, hogy hogy történik a fokról-fokra humanizálása az ő, az ő testének, ezeket a folyamatokat én nagyon szeretem végignézni, de ami nagy hatással volt rám, az egyértelműen maga az az elem, ő azért válhatott emberré, mert, mert halandóvá tette magát. Meg ugye az a nyitva hagyott kérdés, hogy ugye ő abban a pillanatban veszíti el a tudatát, mondjuk így, amikor, amikor őt emberi nyilvánítják, és akkor az ember nem tudja, tehát a néző nem tudja, hogy most akkor ezt még hallotta-e, vagy sem, és akkor ott van a kérdés, hogy számít-e számít -e egyáltalán, hogy hallotta-e, vagy sem. Tehát ez a nevegőben ez a hagyott kérdés tetszett még nagyon. Egyik legjobb jelenet, amikor ugye először Rabin Williamsként visszatér a házba, sok-sok év kiagyás után, és akkor ugye ott már az unokáját láthatjuk, Porsát, akiből majd később bele, bele szeret, és akkor ugye ott van az ominózus jelenet, hogy zongorázik, belépte, ki vagy, úristen, aja, és akkor lejön az emeletről már, már időskorú nőként a kisasszony, és van az a jelenet, amikor a, a színésznő Embert Davids kétszer láthatjuk ugye a, a vásznon, ugye az egyik oldalt ugye elsminkelve idősebb, a másik oldalon pedig ő a fiatalabb unokáját, önmagát játsza, és akkor ugye ott az a kis szituációs uh, uh, helyzet kialakul, hogy ott a középen Robin Williams, és akkor úristen most mi van. <laughs> Szerintem az volt az egyik ilyen legjobb, amit, amit így elkaptak. Amúgy is Robin Williams nagyon-nagyon szeretett improvizálni az ilyen jeleneteknél. Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, százféle verzióját felvették ennek a jelenetnek is, és a vágóasztalon eldölt, hogy melyik ül a legjobban a filmbe. Egy apró észrevétel még a filmek kapcsolat, és akkor ez már csak ilyen szőrszál hasogatás, de, de belebotlottam. Ugye, hogyha itt azért elkezdünk matekozni, ugye 2005-től 2205-ig Megy a storing, 200 év, oké, okay, de hogyha elkezdjük itt nézegetni, hogy ki hány éves lett, hogy a film legelején mondjuk egy ilyen 5 éves lehetett a, a kislány, és akkor az ő unokájával fog összejönni, tehát akkor, hogyha elkezdünk számogatni, kiderül, hogy amúgy ilyen 60-65 évesen kellett, hogy szülje a fiát, és utána majd megszetik Porsche is, ami egy kicsit így net, jó, el, 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 tudom fogadni, csak, csak azt mondom, hogy itt a, a matekba itt lehetnek gondok. Vagy még egy generáció kellett volna, de gondolom, annyira már nem akarták széthúzni. A 200 év meg úgy, hát az, az úgy adott volt. Hát, hogy sokáig tudták életbe tartani akkoriban már az embereket, tehát mire Porsche felnőtt lehet, akkor volt egy ilyen élet meghosszabbítom. Ott a legvégén van is valami gép, amire mind a ketten rá vannak kötve, amikor ott nézik a élőben azt, hogy akkor az a világelnök robot, vagy emberén nyilvánítja Andrew-t tehát lehet, hogy volt egy ilyen gép, amivel meg tudták 120-30 évre, 40-re, 50-re hosszabbítani az ő életét, az nincsen így kiemelve, nem tudom. Simán ezt nem, ezt látom fogadni teljesen, akkor ezt meg is magyaráztad, akkor e, jó, nem tudom, esetleg van-e van bármi téma, vagy olyasmit nem érintettünk így a végére a részletekről? A, talán csak az az egy dolog, hogy ugye a, az Asimov regény szerint, ugye Andrew... A USR szerint is különleges. Tehát ugye a cég szerint, aki létrehozta ezeket a robotokat. És Andrew az indikátora, tehát az ő esete az indikátora annak, hogy végül a USR létrehoz egy központi pozitron agyat, és ami irányítja az összes robotot, amit ők kibocsátanak a piacra. És ugye ez a pozitron egy szerintem az lehet, ami az én a robotban is megjelenik, vikiként és akkor ugye itt, itt, a két univerzum kapcsolódik egymáshoz. Wow, tök jó. Ez mennyire, ez csak a te ilyen spekulációd, vagy ez... Az a logikus számomra, mivel a USA-ról beszélünk, tehát ugye ugyanarról a cégről, és, és, ott már megjelenik a központi pozitronagy, és ott talán említik is, hogy ez most egy ilyen nagyon újítás, és hogy még, még viszonylag friss a dolog, és hát ugye itt meg az a, a regényből kiderül, hogy ennek az Andrew az indikátor, az ő különlegessége, az ő különleges pozitronagy, hogy Na, nem ezt többet nem szeretné a leszár, hogy ez megtörténjen, és akkor inkább egy központi agyat hoznak létre. Legközelebb vágy szemmel augusztus 12-én fogunk jelentkezni a Páncélbaszár szellem című 1995-ös japán animációs skifivel fogjuk folytatni, norbi válékával és áronna. Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, aki pedig Premier előtti tartalmakért vagy a paralaxis podcast hosszabb változatát ö, szeretné élvezni, az pedig fizessen elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Francia Réka, magyarós István és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastben is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is elünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az nd Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.